Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű feladat a miénk, ám mégis azt gondolom, hogy a helyszínen az adott baleset okainak és bekövetkezésének kutatása és megállapítása az elsődleges feladat, és ez szerencsére eltereli a figyelmünket attól a borzalomtól, amit adott esetben tapasztalunk a helyszínen. Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat itt a Budapesti Zsarú Podcast adásában. A mai vendégem Greskó Diana, a BRFK közlekedés rendészeti főosztály, baleset helyszínelő osztály egyik alosztályvezetőjével fogunk beszélgetni. Bűnügyi helyszínelővel már beszélgettünk korábban, ezt egyébként a nézőink és hallgatóink vissza is tudják tekinteni a különböző felületeken, ahol megjelenik podcast műsorunk. Viszont most egy baleseti helyszínről fogunk e, beszélgetni, ami azért egy picit más. Mielőtt azért belelátnánk egy picit a munkádba, kérlek mesélj egy picit magadról, hogy megismerjenek téged is a nézőink, illetve a hallgatóink, hogy hogy is jutottál ideig. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Gresko Diána Alezredes vagyok, ahogy te is mondtad, a BRFK közlekedés rendészeti főosztályának egyik alosztályvezetője vagyok. Alapvetően baleset helyszíneléssel foglalkozom. Az a tipikus rendőr vagyok, aki már óvodás korában elhatározta, hogy rendőr lesz. Szerencsére így is történt. Idén 25 éve, hogy a rendőrségen dolgozom. Bácskiskú megyéből származom, az első szolgálati helyem itt is volt az iskolák ideje alatt, valamint 2015-ig a Kunszent Miklósi rendőrkapitányság állományában dolgoztam. Közlekedésrendészettel 2008 óta foglalkozom, majd a váltás 2015-ben történt, ugyanis ebben az évben kerültem a BRFK közlekedésrendészeti főosztály állományában. Ott is foglalkoztam ugye közlekedéssel, itt is közlekedéssel foglalkozom. Az alapvető különbség a két szolgálati helyem között mégis az, hogy a Kunszent Miklósi Kapitányság esetében a közlekedés érintő összes területtel foglalkoztunk. A baleset helyszínelésen kívül a balesetvizsgálattal, baleset megelőzése, valamint az általános közlekedés rendészeti járőr tevékenység is a feladatkörünkbe tartozott, míg a BRFK-n profiltiszta baleset helyszínelő tevékenységet végzünk. Ez mit jelent, hogy profiltiszta? Hogy kizárólag baleset helyszínelési tevékenységet ö, hajtunk végre, egyéb feladatot ö, nem. Milyen szolgálti rendszerben dolgoztak ti? kettes váltásos szolgálati rendszerben, azaz 24-72-es munkarendben dolgozunk. Az egyik legjobb munkarend talán. Ha egy kicsit beletekintünk, akkor láthatjuk, hogy azért a 24-72-es munkaidőrend elég speciális. Ezzel együtt a leterheltségünk is elég speciálisnak mondható. Négy váltásban dolgozunk, kettő alosztályjal. Az egyik alosztály a személyisérüléses balesetek helyszínén intézkedik alapvetően, míg a másik alosztály anyagi káros balesetek helyszínelését hajtja végre. A személyisérüléses baleseteket helyszínelő alosztály rendszerint párban látja el a, a feladatot. Az anyagi káros alosztály egy fővel látja el nappali időszakban a tevékenységet, az éjszakai időszakban ők is párban látják el. Tehát tulajdonképpen akkor egy anyagi káros balesetet kvázi könnyebb földolgozni, mint egy személyisérüléses balesetet. így van. Egyszerűbb megítélésű lehet, és bizonyos esetekben kevesebb dokumentációval is jár. Hogy néz ki egyébként egy szolgáltatok, mi történik a nap 24 órában, mikor kezded meg a szolgálatodat, és hogy épül fel ez az egész? Alapvetően 8 órás kezdéssel látjuk el a feladatot minden nap. De tekintettel a főváros sajátosságaira, 6 órás és hétórási kezdő baleset helyszínelők is dolgoznak, tekintettel ugye a reggeli csúcsforgalomra. Hát ilyenkor nagyobb az esélye a balesetnek több autó van az úton, meg több Így ember. Így van. Egyszerre több, ende, több ember indul el, és ugye a nagy számok törvénye alapján azért lehet arra számítani, hogy a korai órákban ö, ö, történik több baleset. Az irányításunkat alapvetően a tevékenység irányítási központ látja el úgy, mint minden más szervezeti egységét. Azzal kiegészítve, hogy létezik egy csoport, aki a közlekedés főosztály irányítását végzi. Ők is a TIK-hez tartoznak, de ők csak a mi irányításunkat hajtják végre. Beszéljünk egy picit arról, hogy ha kaptok egy ilyen balesetet, és mondjuk már értesültök arról, hogy adott esetben ez egy halálos kimenetelű baleset, akkor hogy indultok neki egy ilyennek? Mekkora létszámot igényel egy ilyen? Ez változó, vagy mindig megvan szabva, hogy egy ilyen sajnálatos eseményre mondjuk négy vagy öt főnek a hangon ott kell lennie? A küldést ugye, amint mondtam, a tiktől a baleset helyszín közvetlenül kapja, természetesen a parancsnoki állomány is értesül a bekövetkezett balesetről. Egy-egy halálos kimenetelő baleset esetén Budapesten a bizottság tagját az intézkedő baleset helyszínelő páros képezi. Ezen túlmenően ugye a bizottság tagja a technikus, a szemlebizottság vezetője, valamint Budapesten minden esetben a helyszínre irányítjuk a szolgált irányító parancsnokot is. Amennyiben szükséges, a tevékenységünket igazságügyi szakértő, szaktanácsadó vagy az ügyész is segítheti. Ezen túlmenően, amennyiben szükséges egyéb speciális egység bevonása, akkor például... őket is bevonjuk. Például a kutyás szolgálatra is gondolok, akiket a baleset helyszínelők alapvetően helyszínelhagyásos baleset helyszínén alkalmazzák, vagy azokban az esetekben, amikor egy balesettel összefüggésben akár kábítószer fogyasztása, uh -huh. vagy kábítószer is jelen van a helyszínen. Hogy néz ki egy ilyen egyébként, hogyha kimentek oda a helyszínre, akkor mik az elsődleges mozzanatok egy ilyen szemlénél? kiérkezésünk után nyilván az alapvető tevékenységünk a tájékozódás megállapítani, hogy kik a baleset részesei, kik a sérültek. Gondoskodunk a helyszín behatárolásáról, megállapítjuk a közvetlen és a tágabb baleseti környezetet, gondoskodunk a lezárásról, valamint gondoskodunk a bámészkodók, illetéktelen személyek elhatárolásáról, hogy hát is. gondolom, hogy sokan van ilyenkor nagyon sok bámészkodó van, Katasztrófa. turista. Katasztrófa turisták, így van. Előszeretettel készítenek fényképfelvételt, videófelvételt, és osztják meg mindenféle... Vele sem gondolnak abba, hogy ez adott esetben a hozzátartozóknak mennyire fájdalmas dolog lehet, hogyha viszont látják ezeket a képeket. Így van, még egy esetleges rendőri intézkedés előtt. Nem lehet ez egyszerű. Az egyik elsődleges feladatunk annak megállapítása egyébként, hogy a baleset helyszín elő kiérkezése előtt a helyszínen történt -e bármiféle változtatás. Ezzel együtt megállapítjuk, hogy ki és miért hajtott végre változtatást a, a helyszínen. Tehát itt gondolhatunk arra, hogy mondjuk a katasztrófa védelem vagy az országos mentőszolgált munkatársai. Így van. Változtatták meg a helyszínt mondjuk azért, hogy akkor megpróbálják megmenteni az az adott ö, ö, embert, aki Így megsérült a balesetben. Így van. A technikai szemlénket csak az OMSZ és a katasztrófa védelem levonulását követően tudjuk végrehajtani, de nyilván minden esetben az életmentés és a testi épség védelme az elsődleges. Nyilván az OMSZ ö, gondoskodik az életmentésről, a katasztrófa védelem pedig adott esetben a járművek. Ö, Áramtalanításáról. Áramtalanításáról, és mi ezután tudjuk megkezdeni egyébként a tevékenységünket. Azt szerintem kijelenthető, hogy a BRFK-ból esett helyszínelői olyan szakmai tapasztalattal rendelkeznek, hogy a autóból való kiszállást követően végignéznek a helyszínen található nyomokon, a járművek elhelyezkedésén, az azon található rongálódásokról, és a fejükbe szinte összeáll egy vagy akár több verzió is, hogy hogyan ö, történhetett. A hát igen, mert azért nem lehet ez egyszerű, mert azért, jó mondjuk Budapesten azért egyre kevesebb az ilyen nevezzük holtérnek, ahol esetleg nem lennének térfigyelő kamerák, mert azért alapvetően kis túlzással majdnem minden utcsa sarkon van már egy, igen. de azért természetesen előfordul, hogy nincs mindenhol, és hát azért ugye az sem feltétlenül biztos, hogy adott esetben egy tanul láthatta ezt a balesetet, és akkor ugye nektek kell kitalálni ezekből a nyomokból. Milyen nyomok vannak egyébként? Miket uh, lehet egyébként ilyenkor rögzíteni, vagy, vagy uh, mikből lehet uh, építkezni, hogy mégis hogy történt be ez a baleset, és hogy lehet azt megállapítani, hogy vagy hát gondolom, ti nem, állapít, nem állapítjátok meg a helyszínen, hogy, hogy uh, ki volt az okozó, az majd gondolom az eljárás későbbi szakaszában uh, lát majd napvilágot, de mik ezek a nyomok, amikből lehet építkezni? Szerencsés helyzetben vagyunk akkor, amikor a helyszínen talált nyomok, járművek elhelyezkedése és a rongálhatós, a rongálódások fedik és igazolják egymást. Azokban az esetekben, amikor ellentmondást tapasztalható, akkor ugye a fő feladat ezek tisztázása lesz. A szemlénket alapvetően két szakaszban hajtjuk végre, az első szakasz, az úgynevezett statikus szakasz, ami az általános összkép rögzítő folyamat. Ennek során a helyszínen talált nyomokat jelöljük méretezéssel, számtáblákkal. Nyilván lehetőség szerint a keletkezés sorrendjében jelöljük ezeket a nyomokat, ezek lehetnek az úttesten különböző fékezési nyomok, csúszási nyomok, karcolási nyomok, elszóródott anyagmaradványok, járművekből származó folyadék, amiket elsődlegesen jelölünk. A szemle során rögzítjük a járművek külső és belső felületén keletkezett rongálódásokat, elváltozásokat. Minden esetben rögzítjük és ellenőrizzük a passzív biztonsági eszközök állapotát, úgy, mint a biztonsági vagy gyermekbiztonsági ülés, vagy a bukós isak használatát és ennek állapotát. Biztonsági öv használatára vagy nem használatára utal ugye az, ha nem használt állapotban pattan el a biztonsági patron, ebben az esetben ugye a helyén marad az őv, és az oszlopra simulva tulajdonképpen a kárgitározni is lehet, mert megfeszül az őv. Árulkodik az is, ha kihúzott állapotban marad, és magán a biztonsági övön ilyen nyúlási elváltozások tapasztalhatóak, valamint a, amennyiben bekapcsolt, állapotba következik be a baleset, akkor ugye a ható erők megjelennek a csatrészen is, és azon is elváltozások tapasztalhatóak. Amennyiben szükséges, rögzítünk DNS-t a gépjárműben, ugye a kormányról, a a sebességváltóról, a kilincsekről, külső-belső kilincsekről egyaránt adott esetben, ha vérszennyeződés található a gépkocsiban, gondoskodunk annak rögzítéséről. Milyen esetekben kell egyébként DNS rögzíteni? Mikor lehet szükséges? Szükséges lehet akkor, ha a gépkocsi vezető elhagyja a helyszínt, vagy bármilyen másokból a járművezető kiléte, személyazonossága, személye nem állapítható meg ennek hát ez azt igazolására. Jelenti, hogy olyan szinten roncsolódik a, a test, mondjuk, és nincsen nálam mondjuk tegyük fel okmány, bármilyen okmány. akkor... Vagy elhagyják a helyszínt, uh -huh. vagy abban az esetben, ha például biztonsági használatának elmulasztása következményeként kirepülnek a gépkocsiból, és úgy sérülnek, hogy hogy nem tudjuk nyilatkoztatni az adott pillanatban arra, hogy kivezette a járművet. És akkor ezt gondolom a kormányról, egyéb ilyen helyekről veszitek, vagy honnan lehet? Ilyen? Így ilyen? van, a kormányról, sebességváltóról, a külső-belső kilincsekről is veszünk, szaganyagmaradványt rögzítünk az ülésekről, ruházatból származó mikroanyagmaradványokat is kereshetünk, vagy amennyiben üvegfelületen találunk vérszennyeződést, vagy hajat annak is a rögzítésére minden esetben intézkedni kell. Azt biztos kérdezték tőled, de azért kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz rá válaszolni. Hogy lehet ezt elviselni, vagy hogy lehet ezt csinálni, mert nyilván mi is látunk hullákat a munkánk során, de azért más az, amikor mondjuk egy, lehet, hogy egy kisgyereket kell így leszemlézni, vagy lehet, hogy hát az se egyszerű, de mondjuk még azt sem gondolnám egy egyszerű dolognak, hogyha folyik el a szemle, és mondjuk az elhunyt személy értékei között mondjuk ott egy telefon, ami mondjuk adott esetben éppen megszólal, hívják, és, és látod, hogy egy közeli hozzátartozója hívja. Ilyenkor egyébként mit szoktok csinálni, gondolom azt a telefon nem veszitek föl, vagy, vagy milyenkor a protokoll. Meg hát, hát hogy lehet ezt, ezt csinálni? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű feladat a miénk, ám mégis azt gondolom, hogy a helyszínen az adott baleset Okainak és bekövetkezésének kutatása és megállapítása az elsődleges feladat, és ez szerencsére eltereli a figyelmünket attól a borzalomtól, amit adott esetben ö, tapasztalunk a helyszínen. Kérdésedre válaszolva, sajnálatos velejárója egy közlekedési balesetnek az, hogy a helyszínen csörög egy telefon. Nem szoktuk felvenni nyilván, hanem minden esetben igyekszünk. Ö, időszerűen intézkedni a kiértesítésre, hiszen a sok uh, katasztrófa turista vagy a média megjelenése is uh, előbb történhet meg, gondolom, mint, mint, a kiértesítés maga. Ilyenkor te, ti csináljátok a kiértesítést, vagy, vagy ilyenkor uh, akár a járőrök segítségét, vagy a, vagy a közlekedési rendőrök segítségét kéritek, hogy ők menjenek ki, és értesítsék ki a közeli hozzátartozót? elsődlegesen a mi feladatunk a kiértesítés. Amennyiben vidéki feladatról van szó, akkor a lakhely szerinti kapitányság kollégáit szoktuk megkérni, de vannak olyan esetek is, amikor a kerületi kollégák segítségét kérjük, és intézkedünk a hozzátartozó kiértesítését. Akkor kimentek, akkor azért gondolom Viszonylag tudják már az emberek, hogy, hogy mi történhetett, mert hát mondjuk a legrosszabb esetben ugye próbálják már a saját hozzátartozóikat elérni, ami ugye sikertelen, nyilván itt még nem feltétlen gondolnak arra, hogy valami hatalmas nagy tragédia történt, de hát aztán utána egy bizonyos időn belül megjelentek ti, ott már gondolom azért, úgy összerakják ezt a képet, hogy nagy baj lehet. Ez, ez így szokott lenni, vagy, vagy azért még ilyenkor is, igen. Ilyen esetben a rendőr látványa sejteti már azt, hogy milyen hírrel ö, érkeztünk. Nagyon sok esetben intézkedünk arra is, hogy ö, kiérkezésünk előtt csatlakozzon hozzánk egészségügyi szolgálat, mert ugye az sem ritka, hogy a hozzátartozók a hír hallatán orvosi ellátásra kényszerülnek. Szó lesznek azonnal. Hát ebből bele sem gondolunk, hogy nem is akarunk belegondolni, hogy ez milyen lehet. Azért ö, nem egy-két helyszínen, vagy már túl meg van konkrét helyszín, amire most így hirtelen vissza tudsz gondolni, hogy azért az nem volt egyszerű, vagy pont, hogy inkább egy ilyen szerencsétlen helyzet volt. A legelső, ami eszembe jut, az egy olyan eset, amikor egy édesanyja ment az iskolába a gyermekeiért, és amint kelt át, a gyalog helyen egy kanyarodó tehergépkocsi elütötte őt, és a helyszínen életét vesztette. Ebbe az volt a nehéz, hogy az iskola előtt történt a baleset. Az előtt az iskola előtt, amelyikben a két gyermeke még iskolában tartózkodott. Ők azt nem látták? Nem látták magát a balesetet, és nyilván a balesetet követően mi ö, bementünk az iskolába. Gondoskodtunk ö, a kiértesítésről úgy, mint gondoskodtunk hozzátartozó helyszínre szállításáról, gondoskodtunk arról, hogy az iskola pszichológusa is jelen legyen, akkor, amikor a gyerekek meg tudják ezt a hírt. Megrázó volt, hiszen a gyerekek megérezték, mert ők voltak az egyetlenek, akikért még nem ment a szülő az iskolába. És ez feltűnt nekik, hogy ja. nem így szokott lenni? Igen. Ja. hogy lehet feldolgozni? Nehezen nehezen, de mégis azt gondolom, hogy van egy olyan egészséges feldolgozási szakasz, amin, amin, az ember túlesik, és minden helyszínelőnek szerintem magának kell megtalálni azt az utat, hogy, hogy ezek a munkával kapcsolatos negatívumok a mindennapjait ne befolyásolják. Hogyha ez lezárt ügy, de hát nyilván már lezárt ügy, hogyha ez volt az első ilyen helyszín, akkor mit lehet tudni, ki volt egyébként a hibás? Nekem nincs tudomásom a bírósági ítélet tartamáról, de minden esetben átfogó vizsgálat kerül lefolytatásra. Hát ez nem lehetett egyszerű. Van még ilyen történet, ami esetleg így megrázó volt. Megrázó vagy inkább érdekes ö, eset volt az is, amikor ö, szintén egy gyalogos előtést követően a gépkocsit vezető hölgy megállás nélkül elhajtott a helyszínről, és egy ö, kozmetikushoz ment, ahol egy ö, kezelésen vett részt. Na jó, de tudta, hogy okozott-e baleset, vagy nem? Én azt gondolom, hogy tudta, hogy elütött egy gyalogost. Tehát nyugodt szívvel beült a kozmetikai székbe, vagy fölfeküdt az asztalra, és csinálták a, az adott kezelést, és ennyi. És akkor, amikor jól, a... mit, oda mentetek, vagy ti mentetek oda, vagy kimentek a járőrök, és akkor így mondták, hogy ő akkor szembesült, vagy, vagy mit mondott akkor? A gyalogos sajnos a helyszínen ö, életét vesztette, és mivel a járművezetője a helyszínt elhagyta, így ö, intézkedtünk annak felkutatására, amelyhez a jármű rendszámából kiindulva jutottunk el. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy így. Igen. Igen, vannak ezek az esetek, a akik ö, alapvetően azért hajtanak el a helyszínről, mert a megijednek, sokkos állapotba kerülnek nem tudják, hogy mit tegyenek ebben a felfokozott idegállapotban, és vannak azok a típusú helyszín elhagyó járművezetők, akik azért hajtanak el, mert vagy a személyükkel, vagy a általuk vezetett autóval valami nincs rendben. Sok esetben súlyosabban minősül az az eset, hogy elhajtja, elhajt a helyszínről, mint maga az esemény. Abban az esetben, ha a járművezető elhajt a helyszínről, és nem következik be személyi sérülés, egy szabásértési alakzatról beszélünk, viszont amennyiben történik személyi sérülés, vagy nem történik, de történhetett volna, bűncselekmény valósul meg. Sok esetben azért bűncselekménynek minősül egy közlekedési baleset, mert elhajtunk a helyszínről. Ha jól tudom, azért ti nem csak a száraz földön bekövetkezett balesetekkel foglalkoztok, illetve nem csak azokkal a balesetekkel, amik gépjárművekkel történik, hanem azért ti kötött pályán történt balesetekkel is, és hát a levegőben történt balesetekkel is. Így van, a szárazföldön túl vizen és a levegőben is következnek be balesetek, melyek helyszínelése szintén hozzánk tartozik. Hozzáteszem, hogy ezek bekövetkezési gyakorisága messze elmarad a közúti balesetek számától. Szerencsére. A Liszt-Ferenc repülőtéren bekövetkezett összes baleset, valamint az egyéb motoros és nem motoros légijárművek balesete hozzánk tartozik. Gondolok itt az ejtőernyősöket érintő, Sikló, Sárkányrepülő vagy egyéb motoros légijárművek baleseteire. Ezen túlmenően speciális. Feladatként hajtjuk végre a vasúti balesetek helyszínelését. Itt számottevő a vasúti öngyilkossági esetek, hozzánk tartozik a hív, a metró bekövetkezett ütközéses és kisiklásos balesetei egyaránt. Hát a között pályás balesetek mindegyike. Így van. És akkor a, még a vízen is ott vagytok? A vízibalesetek helyszínelését és vizsgálatát alapvetően a vízirendészeti kollégák hajtják végre, több esetben közös vizsgálatra kerül sor. Hát akkor itt együtt működtök a Dunai Vízirendészeti Ágazattal. Diána, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad mindazt, hogy mivel is foglalkozik egy baleseti helyszínről itt Budapesten, mert hát elég sok mindennel, meg hát elég sok szörnyűséggel találkoztok, ez nem lehet egyszerű azért feldolgozni, de egy következő podcast adásban, ha nem is feltétlenül veled, de majd kitérünk arra is, hogy, hogy mi okozza ezt a, ezt a rengeteg balesetet egyébként, viszonylag rengeteg balesetet Budapesten, és hogy hát mire kéne odafigyelni a gépjárművezetőknek, hogy ez redukálódjon. A nézőknek és hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy figyelemmel kísértek bennünket. Jövő héten ismételten találkozhatnak velünk.